Köszöntöm a kedves nézőt! Most 16. alkalommal azokat a témákat folytatnánk, amiket a múlt videóban kezdtünk el. De nem azzal a céllal, hogy most itt részletesen olyan kérdéseket taglaljunk, amik tulajdonképpen nagyon távolinak tűnnek. Én azt szeretném, ha önök ezeket a történeteket, ezeket a videókat úgy néznék végig, hogy megpróbálják összekapcsolni a jelenünkkel. Én Bolyai Jánosnak és a bolyaiaknak a tanulmányozását azért tartom nagyon fontosnak, mert ezek szinte, úgy érzem, a magyar tudománytörténetben és a magyar történelemben olyan példabeszédértékűek, mint ahogy Jézus is, amikor tanítani akart valamit, vagy valakit, akkor nem prédikált elvont fogalmakkal, nem foglalkozott ő, hanem példabeszédeket mondott, történeteket. Hát ilyen történet lenne a bolyai család története és munkássága is, amely megtaníthatna egy-két dolgot nekünk arról, hogy hogy nem szabad elherdálni a kincseinket. Mert azt senki sem vitatja, hogy a bolyai hagyaték az a magyar nemzet kincse. Mégis majdnem elveszett. De mi volt ennek az oka? Kik azok, akik nem ismerték föl? Kik azok, akik fölismerték? Minek köszönhető, kinek köszönhető, hogy mégsem feledtük el a nevét, és mégis egyre több és több kincset fedezünk fel benne. Én ezeket szeretném végigvezetni, és folytatni az elmúlt videót, amikor elkezdtük a bolyai hagyaték tárgyalását, és minden egyes mozzanatnál igyekszem rávilágítani arra, hogy ott mi volt a hiba, és hogy hozható mindez összefüggésbe azzal, ami mai napjainkban történik. Tehát hogyan veszítjük el a kincseinket, kinek a kezére bízzuk, és azok hogy sáfárkodnak a kincsekkel. Ha ezt most végigvisszük, végigvezetjük, 200 év alatt azt kell mondanunk, hogy bizony azok, akiknek a kezére kerültek ezek a kincsek, a magyar tudomány kincsei, a magyar tudósok kincsei, azok nagyon rosszul sáfárkodtak ezzel. És ha a végét nézzük a történetnek, akkor ez a rossz sáfárkodás, ez pontosan egy katasztrófához vezet, ez pedig az atombomba. Természetesen nem direkt módon, hanem nagyon sok-sok áttétellel, de ezt a folyamatot föl kell ismernünk, hogy valamit javítani tudjunk rajta. És itt utalnék arra, hogy az előadás második részében pontosan arra a helyzetre szeretnék visszatérni, amitől most mindenki szenved. Tehát olyan dokumentumot szeretnék önöknek bemutatni, amiről most a vírusjárvány következtében, illetve a vírusjárvánnyal kapcsolatban senki nem szólt semmit. Sokan találgatnak, hogy valójában mi is ez a járvány, valójában miért kellett megérnünk azokat a szörnyűségeket, és aminek nem látjuk a végét sem, és azokat a megszorításokat, miért kerültünk abba a helyzetbe, amiben soha az emberiség történetében még
emberi társadalom, emberi közösség nem került ilyen globális méretekben. Tehát mivel magyarázható mindez, illetve van erre valami megoldás? Hát először is az igazat kell kiderítenünk, mert az igazság kiderítése az minden emberi lénynek, tehát az emberi szintet elérő lénynek a kötelessége. És hála Istennek találtam már egy-két olyan videót, olyan embert, aki pontosan erre utal a kereszténységgel kapcsolatban is. Mert ez lenne a lényege a kereszténységnek, még inkább, mint akármelyik más vallásnak az igazság kiderítése. Hát a Jézusi tanítások, mert hogy ugye ő az igazság, és az út, és az élet. Tehát a második részben erre a koronavírus dokumentumra térnék rá, és úgy hiszem, hogy egy-két dolgot tudok mondani, ami mindenkinek új. Most pedig visszatérve a bolyai hagyatékhoz, a bolyai hagyatékkal kapcsolatban eljutottunk odáig a múlt alkalommal, hogy Bolyai János halála után a Marosvásárhelyi Kollégium tulajdonába kerülnek az iratok, az a 18 ezer oldalnyi irat, és rábízzák egy bizonyos Szabó Sámuelre. Erről a Szabó Sámuelről is mondtam már egy-két dolgot, egy-két ismertetőt, aki magát a bolyai hagyatékot kezeli, és aki gyakorlatilag a Marosvásárhelyi Kollégium tanára volt. De van itt más érdekes dolog is. Szabó Sámuel úgy kerül a bolyai hagyaték közelébe, hogy meghívják a kollégium tanárának, ami nem volt szokásos, hiszen pályázni kellett, de amikor a pályázatot kihirdetik 1857-ben, akkor ő nyugat-európai utazáson vesz részt. Méghozzá azután, hogy az Eötvös családnál Eötvös Loránd, a gyermek Eötvös Loránd tanítója volt. Utána valahogy alkalma adódik nyugat-európai egyetemekre látogatni, és megfordul ő Göttingában, Berlinben, Heidelbergben is, és aztán Párizsban. Utána még Londonba is átutazik. Most nem említettem a múlt alkalommal, hogy Franciaországban és Angliában akkoriban, ugye 1857-et írunk, akkoriban nagyon sok magyar emigráns él. Ezek a magyar emigránsok, a magyar szabadságharc emigránsai, akik mindenükből kifosztva valahogy megpróbálják túlélni ezt a nehéz időszakot. Ott tartózkodnak Victor Hugo közelében, méghozzá Jersey szigetén, ahová Victor Hugo önkéntes számüzetésbe kerül, megy. Ugyanis Jersey szigete és az az egy-két kis sziget ott Anglia és Franciaország között egészen különleges jogi státuszt, állami státuszt élvezett, egyik országhoz sem tartozott. Tehát egyik ország törvényhozása sem volt kompetens, hogy ott intézkedéseket vagy akár ellenőrzéseket végezzen, úgyhogy az emigránsok ott viszonylagos biztonságban éltek, és ez a két kis sziget, főleg ez a két sziget, a Guernsey és Jersey, ez
összekötő kapocsként működött Franciaország, tehát a franciaországi magyar emigráció és Anglia, tehát az angliai emigráció között. És bizony vannak arra adataink, Bajomi Lázár Endre könyveiben, egyik könyvében, aminek most nem jut eszembe a címe, de ő sokat foglalkozik ezzel, hiszen ő járt is Jersey-szigetén, és ott kutatott a levéltárakban, és megemlítette, hogy bizony ott még nagyon sok olyan magyar dokumentum van, levéltári emlék, amit senki nem dolgozott fel. Nem tudom, hogy most ezzel mi a helyzet. Tehát Jersey-szigetén is tartózkodnak magyarok, valószínű, hogy Szabó Sámuel is ezekkel kapcsolatba került. Teleki Sándor például Viktor Hugo közelében él egy-két évig, vagy talán több évig is, és Viktor Hugónak a lánya is említi őt a naplójában, meg több magyar emigránst. Tehát Szabó Sámuel ezekkel kapcsolatban van, és a londoni magyar emigrációval is kapcsolatban lehet. Talán ezért sikerül neki nyugat-európai utazásokat tennie, hiszen akkor ezek az üldözöttek igen csak igyekeztek a kapcsolatokat ápolni egymással, hogy egymást segíthessék. Tehát Szabó Sámuel, miután nyugat-európai utazást tesz, ugye Eötvös Loránd való tanítás után hazatér, és a Marosvásárhelyi Kollégium tanára lesz, ekkor kerülnek a kezébe az iratok, és ekkor kezdi tanulmányozni, csak hát Szabó Sámuel nem igazán matematikus. Ő természettudományi előadásokat hallgatott 1848-ban Pesten, aztán a Nagyváradon például tanulmányozza az ágyúöntési technikát, Kézdivásárhelyen Gábor Áron mellett is eltölt egy időt, úgyhogy az 1848-as, 49-es szabadságharcban ő mint tüzértiszt vesz részt, és bizony tudomására juthatott nagyon sok olyan technikai, tehát haditechnikai ismeret, ami akkor a magyar tudósok, a magyar tudományban még nem váltak ismerté. Gondolok itt erre, arra például, hogy az ágyöntési technika, ugye a harangokból öntötték Gábor Áron rézágyúit, az ágyöntési technikában is lehettek olyan felfedezések, amikről még másutt nem tudtak. Tehát Szabó Sámuel is tudhatott ilyenekről, már csak azért is, hogy mert Debreceni Márton, aki akkor az egyik legnagyobb szaktekintélye volt a vashámoroknak és a vas öntödéknek, Debreceni Márton olyan újításokkal dicsekedhetett, hogy például föltalálta a csigafúvót, amit a vashámorokban tudtak alkalmazni, és ezzel sokkal nagyobb hőt tudtak elérni a vasolvasztásnál. Ennek az volt az eredménye, és az volt a fontossága, hogy sokkal finomabb vasat, vas öntvényt tudtak csinálni. Tehát ennek lesz a sokadik következménye az, hogy például az acélöntési technika megújul,
és majd a Bessemer-féle acélöntödékben pontosan ezt a technikát alkalmazzák, hogy levegőt fújnak be a vasöntvénybe, és ezzel olyan magas hőt állítanak elő, hogy kiégetik a vasöntvényből a szennyeződéseket. Tehát ez már Debreceni Márton újításánál, ez már megjelenik. Debreceni Mártonról azt kell tudnunk, hogy őt nevezték a Magyarország első számú bányászának, bányamérnökének, Selmecbányán végzett, és még nemességre is ajánlották 1847-ben Erdélyben. Tehát olyan dolgokról tudhatott Szabó Sámuel, amik kincseket jelentettek abban az időben Nyugat-Európában, ahol ugye folyik az iparosodás, ahol a találmányoknak nagy kelete van, például egy Grisza Ákos nevű, ugyancsak honvéd, 48-as honvéd, akkor Párizsban fordítóirodát nyit, és ebben az irodában műszaki szövegeket fordítanak. Azt tudjuk, hogy még a Krupp művek is dolgoztat Grisza Ákostal. Tehát ez 1860-as években történik. Hogy Grisza Ákosnak a fordítóirodájába kik és hogyan fordultak még meg, erről én pontos adatokat sehol nem találtam, de érdemes lenne ebbe is egy kicsit belemélyedni. Tehát Szabó Sámuel, aki a Vólyai hagyatékot fogja majd kezelni 1860 után, ilyen ismerettségekkel rendelkezik. És a kapcsolatrendszerben a múlt alkalommal foglalkoztam még a Nagykörösi gimnáziummal is. A Nagykörösi gimnáziumban is vannak olyan személyek ebben az időben, akik a Bolyaiakkal kapcsolatban állnak, tehát például Mentovics Ferencet említettem, Vajda Dánielt, és az előbb elfelejtettem említeni Debreceni Mártonnal kapcsolatban, hogy ő is kapcsolatba kerülhetett, és került is, erről dokumentum van, Bolyai Farkassal. Ugyanis Bolyai Farkasnak olyan kemence tanulmányai születtek, amit ugyancsak említettem, és amelyeket nagyon pontosan kidolgozva és hőelméleti kérdésekre alapozva közölt a kézirataiban, sajnos ezek nem kerültek kiadásra, és tudunk arról, hogy egy bizonyos időben Farkas, aki nem önthetett kemencéket, tehát vas kemencéket, mert neki nem volt erre jogosultsága, ugye nem volt tagja annak a cégnek, amelyik ezt engedélyezte volna. Ő felkereste Debreceni Mártont, és Debreceni Mártontól kért engedélyt, aki abban a bizonyos helyzetben állami tisztségviselőként az egész vashámor, vaskohó kérdésben döntési hatalommal rendelkezett. Őt kéri meg írásban, hogy az egyik kemencéjét öntesse ki. Nem tudom, hogy mi lett ennek a vége. Valószínűleg meg is történt, csak erről nekem nincs adatom. Tehát itt ezek a kapcsolatok, ezek nagyon széles körűek, és ha tovább boncolgatjuk ezt a kérdést, akkor valójában nem értjük meg, hogy lehet az, hogy egy zseniális
apa zseniális fiának a zseniális műve majdnem feledésbe merült. És azok, akik a továbbiakban a Tudományos Akadémia tagjai lesznek, és a matematikában nagy nevet szereznek Magyarországon, azok nem ezekből a körökből kerülnek ki. Tehát Szabó Sámuel, őt tudjuk, az előbbiekben emlékeztettem arra, hogy egy bizonyos időben Eötvös Loránd tanítója volt, 1855-ben. Akkor Eötvös Loránd még csak 6 éves, 7 éves kisgyerek, és nem is soká tanítja őt, talán 1 évig. Eötvös Loránd tehát ismerte Szabó Sámuelt, és Eötvös Lórándról egy-két dolgot el kell mondanunk, egyáltalán az Eötvös családról. Ha most a 20. századi történelembe kapcsolunk át, akkor egy valami rögtön szöget üt a fejünkbe. Méghozzá az, hogy Eötvös Lórándról nevezik el 1949-ben a Királyi Magyar Tudományegyetemet, tehát a Budapesti Tudományegyetemet, méghozzá Rákosi Mátyásék. Hát hogy lehet ez? Báró Eötvös Lórándról, amikor mindenfajta nemesi előnevet eltörölnek, akik ezeket a neveket viselik, azokat üldözik koncepciós perekkel, elítélik, kivégzik, elüldözik az országból. Hogy lehet az, hogy Rákosi Mátyás éppen egy báró családról nevezteti el a Budapesti Tudományegyetemet? Ez valószínűleg azért történhetett meg, mert Rákosi Mátyást, a diktátort, szabadkőműves pénzeken iskoláztatták. Tehát ő a szabadkőművesekhez igencsak bejáratos volt, és a védelmüket élvezte, mint zsidó ember, és ezeknek a páholyoknak ott a 19. 20. század fordulóján bizony jó ismerőse volt Eötvös Loránd is. Ismerünk egy olyan levelet, amelyben a főpáholy nagymesteréhez intéz kérést két műegyetemi hallgató ösztöndíja érdekében. Ugyanis akkor a páholyok a hallgatókat bizonyos összegekkel segítették, természetesen nem minden hallgatót, de bizonyos származású, főleg bizonyos származású hallgatókat. Ennek a két hallgatónak a nevét most nem tudnám önöknek idézni, de az egyiket azt hiszem Kornreifnek hívták. Tehát Eötvös Loránd nagyon jó kapcsolatban volt a szabadkőművességgel. És Eötvös Loránd kivel volt még jó kapcsolatban? Ami kevésbé ismert, Einsteinnel. Ismerünk egy olyan levelet, amelyet Einstein intéz Eötvös Loránthoz, méghozzá 1910-es évek elején, most nem jut eszembe pontosan a dátum, de amelyben Einstein, úgy tudom már, mint berlini professzor, Eötvös Loránd véleményét kéri egy bizonyos tudományos poszt betöltése érdekében. Tehát ő, mint tekintélyhez,
tudományos tekintélyhez fordul, mármint Einstein, Eötvös Loránthoz, hogy arra a bizonyos tudományos posztra vajon a három jelölt közül melyik a legalkalmasabb. Tehát Einstein nem tudta eldönteni, hogy melyik a nagyobb tudású a hármuk közül. Eötvös Loránthnak kellett véleményt nyilvánítani. Eötvös Loránthot ugye a torziós inga felfedezőjének és egyáltalán a geodéziai kutatások megreformálójának tartjuk, és valóban nagyot alkotott, de nem tudjuk, hogy milyen forrásból is merített ő tulajdonképpen. Ha édesapjának a kapcsolatrendszerét megnézzük, Eötvös József. Eötvös József kultuszminiszter volt kétszer is életében. Először 1848-ban, hát oktatásügyi miniszternek hívták, úgy tudom akkor. Eötvös József volt a Reform Nemzedék egyik vezető alakja, és a Batthyány kormányban oktatásügyi miniszternek nevezték ki, választották. És mi történik a 48-as események kapcsán Eötvössel? Akkor, amikor Jelasics megtámadja az országot, akkor, amikor föl kell állítani a magyar honvédséget, hogy megállítsák az ellenséget, ugye a Habsburg ház árulása folytán és szavaszegése folytán, akkor, amikor radikalizálódik a forradalom, akkor Eötvös József hirtelen faképtél hagyja miniszterelnökét, Batthyány Lajost, és Münchenbe költözik. Ugyanis Eötvös József anyósa német származású, vesztfáliai származású német, és ő majd ott fogja végig nem asszisztálni, hanem végig élni azokat az éveket, amelyek biztonságban persze, amelyek a magyar nemzet életében a legtragikusabbak voltak. De őt nem üldözi a Habsburg udvar. Sőt, 1853-ban, tehát 4 évvel a bukás után, október 6-a után hazaköltözik. És itt az országot járja, és politizál. Tehát Eötvös József nem szenvedett üldözést. Mit tudunk az előző politikai szerepléséről? Azt nagyon jól tudjuk, hogy már ő 1841-ben azokhoz a körökhöz tartozott, akik a zsidóság emancipálását kezdeményezték, és hajtották végrehajtani, szemben Kossuth-tal, aki ugyanebben az időben az országgyűlésben az éhségmentő intézetekről szóló beszédében arra a veszélyre figyelmeztet, hogy itt Észak-Kelet Magyarországon már az összes, nem az összes, hanem nagyon sok faluban a magyar paraszt a zsidó kocsmárosnak szánt és arat. Tehát olyan bérlők kezébe kerülnek a földek, még csak bérleti formában,
hogy a bérlő teljesen ki tudja zsákmányolni a magyar jobbágyot, hiszen akkor még jobbágysorban éltek a magyar parasztok. Tehát ez a különbség Széchenyi József és Kossuth között. Ez az egyik legnagyobb különbség. És ha már az akkori vezető politikusokat idézzük, akkor idézzük Széchenyi Istvánt is, aki ugyancsak Kossuth mellé állt ebben a kérdésben, és elutasítja, nem tartja lehetségesnek a zsidóság emancipálását, mindaddig, amíg a zsidóság vallása, a judaizmus, a talmudizmus határozza meg a zsidóság helyzetét és viselkedését Magyarországon, mint ahogy más országokban is. Mindketten úgy gondolják, Széchenyi és Kossuth is, hogy a zsidó vallást, ha nem reformálják meg, akkor polgárjogot nem lehet adni a zsidó közösségnek, mert vallásuk állam az államban. Nem tartják kötelezőnek az állami törvényeket önmagukra nézve, mert ők a Talmud törvényei szerint élnek, ami teljesen ellentmond a magyar állam törvényeinek. Tehát Eötvös József ebben a kérdésben szemben áll a magyar hazafiakkal. És más módon is furcsa az ő kapcsolat, jellemezhető az ő kapcsolatrendszere, hiszen sókora Trefort Ágost. Trefort Ágost az, vagy Ágoston, az, aki például a magyar tudománytörténetben a finnugor elméletet kényszeríti rá a tudományos kutatókra, és azt képviseli. Tehát a magyar ellenes, a magyarság önérzetét sértő és igaztalan, mára már beigazolódott, hogy igaztalan elméletet. De Eötvös József Trefort Ágostonnal sok mindenben egyetért. És mi az, amit még Eötvös Józsefről meg kell jegyeznünk? Hát az, hogy akkor, amikor a bújai hagyaték Nyugat-Európában ismerté válik egy 1860-as rövidebb részleteket közlő, a bújai műből részleteket közlő kiadvány után, és amikor a nyugati tudósok, római matematikusok, aztán párizsi matematikusok, tehát francia matematikusok érdeklődni kezdenek a hagyaték iránt. A múlt adásban elmondtam, hogy egy Balzer nevű német tudós ad először hírt a hagyatékról 1860-ban, egy drezdai kiadványban. Ő értesíti francia kollégáját, Huelt, aki bordói professzor, de erről is szó volt, hogy tulajdonképpen nem csak Bordóban tanított, hanem Észak-Franciaországban is, tehát abban a városban, ahol a legnagyobb magyar, francia matematikus nevelkedik, és Huelt és Boncompagni és Bataillini professzorok azok, akik elkezdik kutatni a hagyatékot, és a magyar kultuszminiszterhez, méghozzá
Eötvös Józsefhez fordulnak. 1867 után, ugye, amikor föláll a kormány a kiegyezés után, és őt kérik meg, hogy próbáljon nekik segíteni abban, hogy a Marosvásárhelyi kollégiumban a hagyatékot kezelő Szabó Sámuellel, talán még azt se tudják, hogy hogy hívják, Szabó Sámuellel kapcsolatba lépjenek. Ugyanis azt írják Eötvös Józsefnek, hogy 1869-ben keltezett ez a levél, hogy már vagy 3 éve legalább 10-szer felkeresték a hagyaték őrzőjét, illetve a Marosvásárhelyi kollégium vezetőségét, és választ nem kaptak. Tehát kérik Eötvös Józsefet, hogy a kezeit tegye rá a hagyatékra, vagy pedig engedje át nekik kiadás véget. És ekkor történik egy változás a hagyaték történetében, 1869-ben, amikor Eötvös József egy 1868-as tudományos akadémiai beszámoló következtében, ahol ismertetik a nyugati kiadványokat, mert ott már kiadták 1867-ben francia nyelven, 1868-ban már olasz nyelven is, ott már kiadták az appendixet, és Magyarországon pedig nem történik semmi. Tehát ekkor éppen az a Hunyadi Jenő matematikus fogja majd fölkérni, vagy megkérni Eötvös Józsefet és a Tudományos Akadémia 3. osztályát, a matematikai osztályt, hogy a Marosvásárhelyi kollégiumtól elkérje az egész hagyatékot. Átvizsgálás véget. És nagyon lassan, másfél év alatt el is érkezik a Tudományos Akadémiához egy válogatás. Tehát a Marosvásárhelyi Szabó Sámuel, aki 61-től mondjuk a hagyatékot kezeli egészen 67-ig, tehát a külföldi megkeresések idejéig, Szabó Sámuel nem válaszolt a külföldieknek, és nem értesítette a kultuszminisztert sem, illetve a Tudományos Akadémiát sem, hogy itt van egy olyan kincs, amivel foglalkozni kellene. Sőt, hát azt is tudjuk, hogy Szabó Sámuel nagyon titokban dolgozik, mert kezembe volt egy olyan levél, amit az egyik örökössel, Bolyai örökössel, Bolyai Jánosnak a féltestvérével folytatott, Bolyai Gergellyel, aki azt írja Szabó Sámuelnek Marosvásárhelyre, mert ő nem ott élt, hogy hallottam, illetve a sajtóból értesültem, hogy Szabó Sámuel úr, tanár úr Párizsba készül. Tudjuk, hogy 1867-ben adja ki Hüel az appendixet, az első francia nyelvre lefordított teljes appendixet Párizsban, illetve a Bordeaux-i egyetemen, és ezt ezek szerint Szabó Sámuel készíti elő. De a Tudományos Akadémia tagjai és a kultuszminiszter 1868-ban értesül arról, hogy kiadták nyugaton a Bolyai appendixet, és hogy olyan keresések történtek a kollégiumhoz, amelyre a kollégium nem válaszolt. És még egy furcsaság ezzel kapcsolatban.
Szabó Sámuel 67-ig, 68-ig a Marosvásárhelyi kollégiumban tanít, közben átvizsgálja a hagyatékot, és közben haza-haza visz egy-egy csomót belőle, és hát nem lehet tudni, hogy mikor, de valószínűleg ebben az időszakban történik meg az, hogy mivel elfelejt egy-két iratot visszavinni, ezért Kis Elemér, aki 2000-es évek környékén áttanulmányozza, átolvassa háromszor is a megmaradt hagyatékot, a 14 ezer oldalt, a következőt írja arról, amit ő tapasztalt a hagyaték átolvasása után. Kis Elemér matematikus képzettségű egyetemi professzor volt, és ő volt az első, aki szakemberként odafigyelve szinte az egész életét a hagyaték átvizsgálására szánva észrevett olyan dolgokat, amelyeket senki más azelőtt. Tehát mit ír Kis Elemér? Számos levél elolvasásakor sajnáljuk, hogy hiányzik a befejezése. Ugye ebben a hagyatékban bizonyos cédulákon levezetések voltak, de volt ezekben olyan levél is, amit Bolyai Farkas és Bolyai János egymásnak írt, mert az apa és fia matematikai kérdésekről is sokat levelezett, főleg az első időkben. Tehát folytatom a levelet. Egy gondolat hirtelen megszakad, és nem tudhatjuk meg a folytatást. Ez más kéziratokkal is elég gyakran előfordul. Még fájdalmasabban érint Bolyai Gergely 1884-ből való írása, amelyben megvallja, hogy János és Farkas sok matematikai tartalmú levelét megsemmisítette, mert nem ítélte méltónak az utókor pillantására. Ez Kis Elemér matematikai kincsek a Bolyai hagyatékban című könyvének a 177. oldalán olvasható. Na most ez több olyan dolgot tartalmaz, az ő véleménye, ami elgondolkoztat. Tehát vannak gondolatok, amiknek nincs befejezése. Egy gondolat hirtelen megszakad, más kéziratoknál is előfordul ez. És akkor nézzük meg, hogy a többi bolyai kutató vajon talált-e olyan dolgokat a hagyatékban, amelyek arra utalnak, hogy senki nem olvasta át részletesen a hagyatékot, illetve aki átolvasta, az bizonyos dolgokra felfigyelt, talán bizonyos levezetésekre, azokat kikölcsönözte, és elfelejtette visszavinni. Ugyancsak Kis Elemér írja a könyvében a következőket. Dávid Lajos vette észre, hogy a fél századdal később megszülető új matematikai ágazat, a tipológia alapjait rakja le Bolyai János. Aztán, tehát egy új matematikai ágazat alapjai benne voltak abban a hagyatékban. És ezt majd későbbiekben egy más matematikus nevéhez fogják fűzni a tudományos közvéleményben. A következő, amit megállapít. A komplex számok elméletét tárgyaló művet Stekkel Pál jelentette meg nyomtatásban 39 évvel János halála után. Tehát ez egy kidolgozott elmélet volt, a komplex számok elmélete,
De ez is ott nyugodott a hagyatékban 39 évig. Stekkel Pál sem magyar matematikus volt. De hát, hogy is lehet az, illetve még egy nagyon fontos megállapítást hagy olvassak fel, mert ennek is elképzelhetetlen nagy jelentősége van. Az 1835-ben született kéziratos hagyatékában található egy új gravitációs törvény, mármint Bolyai Jánosnak a hagyatékában. Ezt egy Killing nevű tudós neve alatt találjuk meg a lexikonokban. Mert Stekkel Pál, az előbb említett Stekkel Pál, a bolyai hagyatékot, feldolgozó Stekkel Pál, ezt csak 1903-ban adta ki, illetve 1903-ban tudósít erről a tanulmányról. Tehát nyilvánvaló, hogy itt olyan dolgok történtek, amelyekért felelősségre kell vonnunk az akkori tudományos élet képviselőit, illetve azokat, akik akkor a Tudományos Akadémia matematikai osztályán, mint szaktekintélyek valamilyen posztot töltöttek be. De hát kik is ezek a felelős személyek? Azt tudjuk, hogy amikor 1869-ben felkérik a hagyatékot a Tudományos Akadémiára, akkor Arany János a főtitkár. Arany János nem matematikus. Ő kénytelen olyan emberekre bízni a hagyatékot, akik, mint matematikusok, azóta a Tudományos Akadémián, a Műegyetemen, illetve az egyetemen valamilyen helyet, tudományos helyet foglaltak el, és ezek pedig a következők. Ő felállít egy bolyai hagyatékbizottságot a következő személyekkel. Vész János Ármin, aztán Hunyadi Jenő, és König Gyula. König Gyuláról már a múltkor egy pár szót elmondtam, és arra is vissza kell utalnom, hogy König Gyula zsidó származású ember, a szülei, ugyan Győrbe született König Gyula, de a szülei Bécsbe lettek eltemetve, a zsidó temetőben nyugszanak, oda költöztek vissza időskorukban, és maga König Gyula igen hamar karriert csinál Magyarországon, például tulajdonképpen úgy, hogy a Pesti Egyetemen kezdi a tanulmányait, aztán nagyon gyorsan a Bécsi Egyetem orvosi szakára iratkozik át, és onnan pedig tovább a berlini és a bonni, illetve a heidelbergi egyetemre. Hát, mint varrókép kereskedő fia, nem lehet tudni, hogy erre honnan volt pénze lehetősége. Tehát König Gyula Heidelbergben végzi egy ideig a tanulmányait, és itt Heidelbergben hirtelen összetalálkozik Eötvös Lóránddal. Eötvös Lóránd ebben az időben, tehát 1869 és 70-ben, azt hiszem 68-ban távozik ő a németországi egyetemekre, mivel hogy jogi tanulmányait itthon megszakítja, és ekkor az édesapjától, aki akkor ugye kultuszminiszter, engedélyt kap arra, hogy a tudomány, természettudományok területén
szerezzen képesítést, és így kerül a németországi egyetemekre, és Heidelbergbe. És Heidelbergben akkor König Gyula is tanulmányokat végez, és hát természetesen megismerkednek, és Eötvös Loránd ekkor kezd levelezni az édesapjával, és az édesapja ekkor számol be állítólag arról, hogy őt a bújai hagyatékkal kapcsolatban felkeresték. Csak hogy itt van egy gond, ami nekünk meg kell említeni. Csak Eötvös leveléből értesülünk arról, hogy a nyugati tudósok a bújai hagyatékot szeretnék feldolgozni, tehát olyan betekintést kérnek a kultuszminisztertől, ha már a magyaroknak nem kell a bújai hagyaték, amely azt is magába foglalná, hogy ők kiadatják mindazt, ami abban található tudományos érték. Az Eötvös levelezés, az Eötvös Loránd és az Eötvös József közötti levelezés viszont nem hiteles. Mert itt megint egy olyan kérdőjel merül fel, amivel nagyon sokszor találkozom, ugyanis az Eötvös levelezést, Eötvös Loránd és a fia közti levelezést egy morvai győző az 1900-as évek környékén lemásolja. Morvai Győző egy újságíró, közíró volt, aki irodalmi értéke miatt tartja fontosnak, hogy lemásolhatja a magánlevelezést. Ez is érdekes, magánlevelezést lemásolni. De akkor, amikor az 1929-es év felé közeledve Eötvös Loránd halála kapcsán egy megemlékező kiadványt akarnak létre, kiadványt készítenek elő, és az Eötvös levelezést is közölni akarják, ekkor a levelezést szállító személyt egy baleset éri, méghozzá egy olyan baleset, hogy elveszti az egész levelezést egy bőröntben. És kiadják ugyan a levelezést, de csak emlékezetből rekonstruálják a legtöbb levelet. Körülbelül 500 levélről van szó. Tehát ki tudja, hogy abban az eredeti hagyatékban ott milyen más levelek is szerepeltek. És még egy furcsa epizód az Eötvös levelezéssel kapcsolatban. Azt kell mondanunk, hogy hát érdekes, hogy az is későn derül ki, hogy a levelezést lemásolták 1900 környékén. És annak alapján rekonstruálták az egész kiadványt az 1980-as években, 1970-es-80-as években, mert újra kiadták ezt a levelezést, már a másolt levelezés segítségével, de ezek még mindig nem az eredeti levelek. Csak hogy 1982-ben hirtelen, teljesen váratlanul előkerül az az eredeti bőrönd egy magánházból, egy padlástérből, ahol állítólag nyugodott,
hát több mint 50 évig. Mennyire hihető ez? Tehát az, hogy Eötvös József 1869-ben értesül arról, hogy nyugati tudósok szeretnének belenézni a hagyatékba, az bizony nem erősíthető meg mindezeknek az ismeretében. És nagyon kétséges, hogy valójában 1860. január 27-től 1869 végéig, amikor fölkérik a hagyatékot a Budapesti Tudományos Akadémia, illetve a Magyar Tudományos Akadémia levéltárába átvizsgálásra. Mi történik? Főleg mi történik 1860-tól 65-66-ig, amikor feltehetően már az első lépések megtörténtek a nyugati tudósok részéről, hogy itt kincs rejtőzik a Marosvásárhelyi kollégiumban. Tehát az, hogy König Gyuláék és a másik két matematikus, akik majd aztán átvizsgálják ezt a hagyatékot, és semmit nem találnak benne, ami kiadásra méltó, azt bizony úgy kell felfognunk, hogy itt egy magyar tudós, zseniális tudós hagyatékának az elrejtése, eltulajdonítása folyt. Ezt a kérdést még majd a századforduló felé még egy kicsit jobban igyekszem kifejteni, mert el kell jutnunk addig, hogy megértsük, hogy hogy lehet az, hogy a tudományos élet és a kulturális élet a magyar kezekből kikerül, és finnugor elméletet kell tanítanunk, és az egész középkori történelmünk meg lesz hamisítva egy Morgenstern Marcali Henrik történész által, hogy a Vodianerek és a Rothschildok irányítják tulajdonképpen a kutatási területeket. Ahhoz nagyon fontos, hogy ezt a kálváriát, ezt a poszthumusz kálváriáját a bújai zsenialitásnak végigvigyük. És most, ahogy említettem önöknek, egy olyan dologra szeretnék visszatérni, ami jelen pillanatunkban létfontosságú, hogy megértsük, hogy ebbe a helyzetbe, ennek a folyamatnak, az előbb vázolt folyamatnak a végén hogy kerülhettünk. Mert a bújai hagyaték sorsa igen ide vezet a krízis helyzethez, az áljárvány helyzethez. Fölolvasnám a nemzetközi orvosi konferencia COVID-19 járvánnyal kapcsolatos közleményét, amit 2020. augusztus 21-ben adtak ki. Magyarországon a járványtani kritériumokat figyelembe véve eddig járvány nem volt és nem is várható. Hazánkban a járvány kimondása a külföldi járványra és a WHO-ra hivatkozva történt. A világjárvány kimondása és fenntartásának alapja az RT-PCR teszt folyamatos működtetése, tesztpozitívok keresése. Ami tudjuk, hogy egy nem megbízható teszt, tehát az eredmények is hamisak. Ezt csak én fűztem hozzá. Folytatom.
Kimondjuk, hogy a PCR-teszt, mint az eredeti leírásában, csak tudományos célokra használható, járványtani felhasználásra alkalmatlan. Ugyanis, ha a melegedési ciklusok számát emeljük 65 fölé, az áll pozitív eseteket ad. 35 alatt pedig áll negatív eseteket, ez pedig lehetővé teszi az eredmény külső szabályozását. Csak a DNS polimeráz reakcióhoz szükséges melegítési ciklusok száma határozza meg, ki lesz pozitív és ki negatív. Figyelembe kell venni a sokféle tesztgyártót és a tesztek minőségi különbözőségeit is, mert ez is meghatározhatja a hamis eredményeket. A járványtani kritérium Magyarországon 15 000 fő per hó megbetegedés. A COVID-19 megbetegedése nem érte el az 1000 fő per hó mértéket. Van megbetegedés, mint ahogy mindig volt influenza járvány, de nincs járvány. Járványügyi intézkedések nem megalapozottak. De akkor minek tudható be az, hogy mégis olyan intézkedések születnek, amilyenek születtek eddig is? Hát ez tulajdonképpen annak a szervezetnek, az ENSZ által létrehozott szervezetnek az előírásai szerint történik, amit 2019-ben hoztak létre, illetve 2019-ben adtak ki. Ez egy olyan dokumentum, aminek a tartalma tulajdonképpen a WHO-nak, ugye a Világ Egészségügyi Szervezetének a kiadványai alapján meghatározta 2019-ben, hogy mik a teendői a kormányoknak. Ezt az előírást, illetve a WHO összejövetelein kiadott dokumentumokat a kormányok vezetői, a kormányfők aláírták. 1992-től kezdődtek ezek az összejövetelek, ahol a kormányok és az államok vezetői kötelezettséget vállaltak bizonyos dolgok bevezetésére. 2005-ben állítottak össze egy olyan eljárás sorozatot, amit a kormányokra nézve kötelezőnek tartottak, kötelezően előírtak, és ez a 2019-es dokumentum, ez erre hivatkozik. A kiadványt azt a világegészségügyi válságcsoport, a GPMB adta ki, ez ennek az első évi jelentése a 2019-es, és ha önök ezt megkeresik, mert fönt van az interneten, akkor nagyon ajánlom, hogy nézzék át egyrészt azt, hogy kik a vezetői a WHO-nak, mert ő a felelős ezekért a kiadványokért. Csak kettőt említenék meg. Az egyik egy dr. Gro Harlem Brundtland nevű a WHO főigazgatója volt, aki egy norvég hölgy. Nézzék végig a karrierjét, illetve az életútját. Igaz, hogy orvosi egyetemet végzett, de nincs gyakorlata. Főleg nincs járványügyi gyakorlata, és főleg politikai téren fejtettő ki tevékenységet. Így lett Norvégia miniszterelnöke. A másik fővezető egy Elhadj Assi Száj nevű színesbőrű ember, aki a Dakari Egyetemen végzett,
humán tudományok és művészetek szakon, majd germanisztikát tanult a Grácz Egyetemen, a Berlini Akadémián pedig diplomata tanulmányokat folytatott, és így emelkedett ő tulajdonképpen az ENSZ egyik fő intézménye élére, de ő a felelős azért is, hogy a harmadik világban, az afrikai régióban olyan Bill Gates által, alapítványa által kifejlesztett oltásokat tettek kötelezővé, aminek tömeges gyermek megbetegedés lett a következménye, mert a nem megfelelő oltások, gyermekbénulások tömegét idézték elő. Tehát a WHO-nak ez a két vezető személyisége. Ha önök tovább megnézik a további tagokat, igen különös dolgokra fognak rájönni, ugyanis ott járványügyi szakember, azaz virológus, immunológus, vagy egyéb téren járatos, gyakorló orvos nem szerepel. Tehát ők mondják ki, hogy mit kell a kormányoknak tenni. És ennek a kiadványnak, tehát mondom még egyszer, GPMB, ez ugye annyit jelent, hogy világegészségügyi válságcsoport. Ennek a jelentéséről van szó, amelynek a 39. oldalán a következő olvasható. Arról van szó, hogy itt az előzményekben megmagyarázza a dokumentum, hogy eddig nem tudtunk fölkészülni egy világjárványra, mert várható egy légzőszervi megbetegedést okozó halálos vírus megjelenése. Mondom még egyszer, 2019-es a kiadvány. Tehát mi a teendő egy ilyen világjárvány bekövetkeztekor? És részletesen kidolgozva tárgyalja ezt a témát. A 39. oldalon pedig a következőt olvassuk. Az ENSZ főtitkársága, a WHO, a humanitárius ügyek egyeztető testülete kiküszöbölni szándékozik az eddig tapasztalt hiányosságokat, tehát hogy ilyen meg olyan ajánlásokat a kormányok nem voltak hajlandók bevezetni. Az ENSZ vezetése megerősíti az eddigi intézkedéseket, és kiegészíti szimulációs, rászoktató gyakorlatokkal. Ez kisbetűkben van feltüntetve, nem nagybetűs szöveg, azaz 2020. szeptemberéig kötelezővé teszi, hogy levezeti egy világjárvány szimulációs gyakorlatát két szakaszban. Emlékezzünk arra vissza, hogy mit mondtak nekünk a járvány kezdetekor. Két hullám lesz. A második majd szeptemberben jön. Kérem, tanulmányozzák át ezt a dokumentumot. Köszönöm szépen!